2010. január 1-én több pontban is módosult a KRESZ. A változtatások közül kettőt érdemes kiemelni, ami a motorosok számára fontos. Az egyik a buszsáv használata, a másik pedig, hogy előre csoroghatunk a sorok között a piros lámpánál. Lássuk, ezek a hétköznapjainkat igencsak megkönnyítő intézkedések milyen veszélyeket hordoznak magukban. Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél. Van egy nagy-nagy ideálja, az enyém te lettél. Na hát akkor irány a hiperszuper sáv, és milyen állapot van az aszfalt. Alig, hanem ez a legfontosabb, amit tudnunk kell a buszsávokról, hogy itt a nehéz buszok miatt sokkal nagyobb az esély a nyomvájuk kialakulásának. Ezekhez igyekezzünk minél meredekebb szögben határozott kormányfogással érkezni. A köztes részen pedig vigyázzunk az olajfoltokkal, ebből is van dögivel. Azt hiszem az lesz a legegyszerűbb, hogyha elmegyünk az eteletéri buszvégállomásra, és megkérdezzük a buszsofőröket, hogy ők mit gondolnak, mire kell leginkább vigyázni a buszsávban. Jó napot! Én nekem mindjárt mennék a kolléga ráér nyilatkozni. Kolléga ráér? Ő nagyon ráér, nézze meg. És hol lesz majd ez közélet? A sportmotor.hu. Sportmotor.hu. Lassit kérdezzék meg. Mi nem lejáratni akarunk senkit, hanem az a cél, hogy tényleg a buszsofőrök elmondják a motorosoknak azt, hogy srácok, ebben zavartok bennünket, ezt nem kéne, mert nem tudunk megállni, mert 22 tonnás a szerelvény, ne vágj elénk, ne elézz jobbról. Önnek mi a meglátása? Van a motorosoknak keresni valója a buszsávban? A motorosoknak mindenképpen van keresni valójuk, mert sokkal gyorsabbak. A motorosokkal nekem tulajdonképpen semmi bajom nincsen. Egyetlen egy kivétele, amikor a nagy teljesítményű motorokkal hirtelen kivágnak a busz mögül, és egyszerűen reakcióidő nincs arra, hogy bármit is lehessen tenni. Kezdj itt csókolom! Jó napot kívánok! Hagyj kérdezzem meg a kedves nevét! Móroc István én vagyok. Mióta vezet busz? Én? Mióta vezet? 1990 óta. Volt bármilyen afférjezat a 21 év alatt motorosokkal? Nem, csak a kis robogósokkal. Mi az, ami a legjobban idegesít egy autóbuszsofőrt menet közben, amit egy motoros el tud követni? Hát amikor jobbról kerülik a buszokat. Ez sűrűn előfordul? Elég sűrűn. Elég sűrűn. Ha kis helyet meglátnak a busz mellett jobb oldalról, akkor mindjárt meg cikáznak az autók között. Ön alapvetően szimpatizál amúgy a motorosokkal? Én semmi bajom nincs amúgy a motorosokkal, mert vannak kultúráltak is közöttük, meg vannak, akik nem kultúráltak. Ugyanúgy mint közöttünk is vannak meg. És hogy osztanak meg vajon az arányok? Tehát tudom, hogy többségében kultúráltak, vagy kultúráltanok? A kultúráltak olyan 40%-a, a kultúrátlanoknak olyan 60%-a. Ti mind a ketten motorosztok és buszsofőrök vagytok, ugye? Igen. Mióta vagytok buszsofőrök? 4 éve. 5 éve. És mióta vagytok motorosok? 1 éve. Hát én olyan 20. És melyik kell jobb ülni, motoron vagy buszban? Motoron. Hát egyértelmű, motorod. A motorozás az egy más világ, tehát ugye ezt gondolom, aki motorozik, nem kell mondani, hogy teljesen más élmény. Mondjuk a városi közlekedésben, én inkább azt mondom, hogy inkább több motor kéne, mint autó. Tehát igaz, hogy a BKV-vel is lehet haladni, de még jobban lehetne, hogyha kevesebb autó lenne, mert a motorok abszolút nem gátolnak minket, az autók inkább. Lassítani fogja most a busz közlekedést az, hogy több a motoros a buszsávokban? Egyáltalán nem, szerintem. Nem, eddig is végigmentek futároktól kezdve, mindenki, semmi gond nem volt, tehát abszolút nem. Mi az a legborzasztóbb dolog, amit egy motoros elkövethet egy buszos ellen? Mit ne csináljon? Szűkebb két autó között, tehát hogyha a busz és egy autó között, oda ne nagyon menjen be, mert a busznak van egy kis holtere, és oda nem nagyon látjuk itt lent. Hát az egyik, a másik pedig az, hogy mit tudom én, jön a nagy teljesítményű géppel, mondjuk lecsavar az Erzsébet hídról, és ne a busz előtt 1 méterrel akarjon bevenni, mert esetleg neki fékezni kell, ő lehet, hogy lassítani tud, de én már megállni nem, mert 25 tonnát, meg a sok embert azt már nem lehet ott megfogni. Ön szerint melyik a legveszélyesebb buszsáv Budapesten? A Rákóczi út. A Rákóczi út. A Rákóczi út.
Rákóczi út, Kossuth Lajos utca. Miért? Nagyon szűk, nagyon rossz az út minősége, nagyon billeg a busz, nagyon szűk is maga a sáv is, és az autósok nem nagyon figyelnek a buszra, mert egyből jönnek be, és ott már tényleg semmi nem fér el mellettünk. Tehát ott van tükrök is már nagyon sokszor törnek. A sokat emlegetett Rákóczi út, gondolom sem kell, itt is csodás az aszfalt. Nem baj, amúgy se szabad sietnünk, mert az autósok gyakran besokalnak a dugóba, és hajlamos a kerék rántani index meg tükörhasználat nélkül a kormány, meg persze elférni se lehet. Kándor szenvedés, hopp, a taxis kolléga elenged. Köszi, de csak lassan haladhatunk, mert kiléphet egy gyalogos a busz mögül. Nem lépett ki. Viszont Ádám már beragadt, őt nem engedte el a buszos. Pont a Rákóczi úton a buszsáv szűk, nem tudjuk elengedni úgy a motorosokat, hogy el tudjanak biztonságosan menni, és így kell nekik dölöngölni jobbra-balra, hogy elférjenek a busz meg a személyautó között. A nagy motorokkal nincsen gond, a kis motorokkal még inkább, a pizzásokkal, mert azok SMS-et módon mennek. Kerülgetik jobbra-balra az autókat, két autó között jobbról előzik a buszt, de nekem a magam részéről semmi gondom nincs a motorosokkal. Én segítem őket, ahol tudom. Ha telített a buszsáv, akkor lehúzodok amennyire lehet, hogy el tudjanak férni, minek tartsam föl őket. Értem. Egyébként jellemző a hála a motorosok részéről? Kultúráltak? Megköszönik? Persze, mindenképpen. Kidugja a lábát, fölteszi a kezét. Hát a rendes motoros köszöntés. 10-ből hány? 8-9. Na, ez egy elég jó arány, azt mondhatom. Ha rajtatok múlna, ki közlekedhetne a buszsávban Magyarországon? Hát a megkülönböztető jelzést használó járműnek egyértelműen, taxi, motor, úgy jóhéba ennyi. Biciklisek, nem? Nem, baromira nem, mert ők inkább csak feltartanak minket. Van most már köztük is úgymond kultúráltabb, főleg a futárok között, hogy látják, hogy jön a busz, lehúzódik, enged, hogy elmenjünk, de vannak olyanok, ezek a, nem is tudom, hogy hívjam, lehet, hogy nem hobbi biciklisták, de akkor is ő úgy gondolja, hogy ő neki lehet itt haladni, és az nem érdekli, hogy mögötte esetleg már három busz föl van torlódva, ő teker békés 20-as tempóba, aztán ennyi. Volt bármi olyan továbbképzés, ami arról szólt most január 1-e után vagy előtt, hogy figyeljetek srácok, mert a buszsávot mostantól mások is használják? Volt egy ilyen, az új keresztről volt mindenképpen, és erre kitértek erre a motorosokra is, tehát erről volt szó. Általánosságban a kollégák hogy fogadták, örültek neki? Hát hogy mondjam, ez megint nagyon kétélű dolog, mert ugye mint ebben a városban vagy Magyarországon annyian, nagyon sokan úgy vannak vele, hogy gyökér motoros, mert nem csinált neki semmit, csak ő tud haladni, tehát és ez nagyon sok embernek fáj. Kicsit az irítség, ugye? Igen, én azt mondom, hogy a nagy része jól fogadta, tehát eddig se bántottak minket, nem volt velük konfrontációnk. Léteznek amúgy olyan buszsofőrök, akik úgy ülnek bent, hogy utálom a motorosokat? Léteznek, mind motorosokat, mind bicikliseket, vagy bárki, aki előtte van, hogy eltaposom, megsemmisíteni, ilyen Terminátor jelleggel. Ezek a buszsofőrök melyik korosztályba tartoznak? Inkább az idősebb, tehát ilyen 50 környéki és a felett. Mit mondanom, mire kell figyelni a motorosoknak, hogy ne bántsák a buszosokat? Nem kéne motorozni. Igen? Ön szerint, hogyha önön múlott volna, akkor... Mit erőszakoskodik? Mi az, milyen olyan cselekménnyel tudják zavarni a motorosok, a buszsofőröket, amik gondot okozhatnak? A motorosok nem annyira, inkább a biciklis, a kerékpárosok, mert a motorosok gyorsabban haladnak, mint a buszok, de a kerékpárosok azok inkább zavarnak. Itt a Bécsi út elején sikerült elkapnunk egy biciklist, aki egyben motoros is. Mióta biciklizál? Hát aktívan kb. 5 éve. És ez tulajdonképpen városi biciklizés jelent? Kizárólag, igen. Nyilván igyekszem én sem föltartani a buszt. Nálam is gyakori, hogyha netán busz jön mögöttem, akkor inkább félreállok, vagy lesem előzőm, amíg a megállóban utasokat cserél. Na és hogy állsz a motorosokkal? Jóba vagy velük? Nos, én is motoros vagyok, ezért alapvetően meg tudom érteni az ő problémáikat és a cselekedeteiket. A legtöbb motorossal semmi gondom nincsen. Igazából az a legbosszantóbb, amikor a kirívó eseteket látom.
Hát nekem, mint kerékpárosnak a legfájóbb az, amikor a járdán vagy a bicikli úton látok motorozni nagyon sok embert, hát főleg ilyenkor szezonban egymásba érnek. Mikor valaki 120-szal dönget végig az Andrássy úton, az sem az a felemelő látvány, és az embernek kinyílik a bicska a zsebében. De úgy alapvetően más nincs. Hát nyilván, aki ilyen látványos módon megszegi a szabályt, azzal szemben senki nem tud elnéző lenni. Volt már egyébként összetűzésed motorossal? Igen. De csak szóval, remélem. Hát igen, igen. Tehát nem verekedtetek össze? Nem, de az összetűzés alapja az volt, hogy a kerékpárúton lökött fel. Konkrétan föl is lökött? Igen. Persze bringás fórumokat olvassa, mindenki ezt emeli ki, hogy mit keresnek a motorosok a kerékpársávon. Ami egyébként egy teljesen jogos felvetés. Ha rajtad múlott volna, te engedélyezted volna a motorosoknak, hogy használják a buszsávot? Mindenképp. És ugyanezt a kerékpárosoknak? Én szerintem nem szerencsés. Sem a kerékpársáv, illetve a buszsáv használata kerékpárral, sem pedig egy ilyen, mondjuk egy ilyen forgalmas útnak a bármelyik sávjának a használata. Mit gondol, maguk az utasok a buszöbölben csűrűn lépnek le a buszsávra? Tehát ön tapasztalja azt, hogy lelépnek megnézni, hogy jön-e a busz? Hát van olyan is, igen. Azt hiszik, hogy attól hamarabb jön, vagy nem tudom miért. Na te mit csinálsz itt? Menjél szépen vissza a járdára, mert ebből lesz a baleset. Na ő egy tipikus esete volt annak, hogy az utasok még nem szokták meg, hogy a buszsávban motorosok járkálnak, és adott esetben csak a nagy kék izét kimlelik a távolban, és észre sem veszik, hogy kétkerekű közeleg, mint ahogy ez is egy kedvenc hely a számukra, itt nagyon sokan rohangálnak át az autók sorok között. Gyakran keveredik esetleg afférba motorosokkal? Hát nekem még megmondom, őszintén nem volt. Még nem volt ilyen problémája. Ha önön múlott volna, ha önt kérdezték volna meg, hogy használhassák-e a motorosok a buszsávot, mit mondott volna? Hát erre megmondom őszintén, hogy nagyon nem tudok válaszolni, mert tulajdonképpen már annyian használják a buszsávot. Ha önön múlott volna, és föltették volna a kérdést, hogy használhassák-e a motorosok a buszsávot, ön mit mondott volna? Használhatnak. Ha önön múlott volna, ő megengedte volna, hogy használhassák a motorosok a buszsávot? Én megengedem, persze, mert ők tudnak haladni. Hogyha olyan hely van, ahol be is tudnak szorolni a busz mellé, mert olyan széles a buszsáv, akkor tudnak haladni, menjenek. Ha mindenki kölcsönösen udvarias, akkor szerintem nincs gond belőle. Idegörlő munka egyébként? Manapság a városban buszt vezetni? Tehát ez egy feszélyező munkakör? Hát eléggé, igen. Másik kedvenc helyem, Margit körút, nagyon szűk, és csak óvatosan szabad menni, nehogy ránk nyissák az ajtót. Ha pedig a sor elejére értünk, akkor húzódjunk ki szélre, mert mögöttünk is jöhetnek motorosok. És hogyha beszorulnak a sorok közé, az igen baleset veszélyes a számukra. Mint ismeretes, a buszsávot természetesen nem csak mi használjuk, hanem a taxisok is. Itt ül mellettem Nemes László, aki évek óta űzi a taxisipart. Lássuk neki, mi a véleménye a motorosokról. Én nagyon meg vagyok velük elégedve, figyelmesek, meg ha látják, hogy esetleg tudnak segíteni az autósokon, akkor is egy kicsit odébb mennek, előrébb bánnak, tehát semmilyen lápánál is gyorsan elindulnak, nem szöszmetölnek, tehát nincs ilyen probléma ezzel. Szerinted mi az, amire a motorosoknak leginkább oda kellene figyelnie, és most nem abból az aspektusból értem, hogy mi az, ami veszélyhelyzet a számukra, hanem azzal, amivel elősegíthetnék a ti buszsáv használatotokat. Hát például van esetleg olyan szituáció, hogy talán ez egy, amit meg tudnék említeni, hogy van olyan kollega, aki éppen címre megy, vagy éppen keres valami házszámot, és akkor van olyan, hogy jobbról beengedőzi a motoros, mert türelmetlen, meg nézzük a házszámokat, hogy hova rendelje az utas a kocsit, és akkor valami türelmetlen motoros, és még jobbról megpróbálja megelőzni a parkoló autók, meg a taxi között. És az egy, amit így el tudok mondani, de más nincs. Más nincs. És szerinted mi az, ami a leginkább veszélyként fenyegeti a motorosokat, amikor a buszsávot használják? Hát esetleg az úthibák. Felgyűlődött aszfalt, stb. Tartasz attól, hogy előbb-utóbb annyi motoros lesz, hogy elveszik tőletek a buszsávot? Nem. Elférünk gyerekek. Szerinted melyik a legveszélyesebb buszsáv Budapesten? Ez a Budaörsi úti. Itt aztán tényleg nagyon nagy külföldi átmenő forgalom is van. Külföldi és egyes információja gyorsan lehúzódik, csinál egy jobbost, mert éppen meglát valakit az járdán, hogy megkérdezze, vagy a busz megállóban, hogy mi merre van, és esetleg ott már ilyennek szemtanúja is voltam, mint az előbb mondtam. Egy újabb taxiban ülünk, nevezetesen Nagy János mellett, aki immáron mióta is dolgozik az iparban?
11 éve. Általában mi a taxis társadalom vélekedése a motorosokról? És itt nem feltétlenül negatív dolgokat szeretnék ebből kihozni, hanem hogy azért csak nem néznek ránk rossz szemmel, ugye? Nem. Én inkább mondom, inkább ezeket a kisebb pizzafutárok, ugye ezekkel van a legtöbb gond. Hogy főleg bent a városban, ugye, ahol nagyon szűkek az utcák, meg tele van jobbkezessel, meg ugye ott könnyebb elnézni a dolgokat. Na, Flórián tér. Itt is már kezd kialakulni a dugó. Sőt, nagyon úgy fest, hogy itt nem is fogok tudni elférni. Ilyenkor akkor se próbáljunk meg előre menni, ha nekünk van elsőbségünk. Az ilyen szűk helyen nehéz előre férni, és ha leverjük valakinek a tükrét, azzal csak a motorosok rossz hírét keltjük. Nem kell cibálni a kormányt, csak álljunk békésen ezen a pár másodpercen, már semmi sem múlik. Aztán meg, ha vált a lámpa, úgyis a miénk a tér. Akár csak most. Szuper, és még el is engednek. Köszönöm. Megkezdtem a kedves nevét? Kondusány Miklós. Mióta űzi az ipart, mióta taxizik? 20 éve. 20 év. Rengeteg idő, ugye? Hát igen, sok. Azóta hányszor annyi motoros lett, mint annó volt? Hát sokszor, legalább 10-szor annyi, vagy talán nem több. És most ráadásul használhatják a buszsávot is, ugye? Hát igen, sajnos. És ez nem föltartják önt egyébként a motorosok munka közben? Hát olyankor tartanak föl, mikor beáll elém, aztán nem tud elindulni, mert nagyon sok olyan van. Ezek nagy motorosok, robogósok? Hát inkább a robogósok. A nagy motor az elszágult, úgyhogy nincs gond. De a robogós valami így indul el, hogy tolná a motort, és mégsem indul el neki. És akkor beáll ugye így keresztbe elém az úton. Aha, és ez végül is akkor mondhatni, ez a legidegesítőbb, amit el tud követni? Persze. Hát az egyik, a másik meg az, amikor cikázik. Ha nem múlott volna, megengedte volna, hogy a motorosok bejessenek a buszsávba? Nem. És hogyha külön lett volna válasz, hogy robogósok nem, motorosok igen? Hát akkor se. Hát egyszerűen akkor már lassan mindenki bemehet a buszsávba, akkor semmi értelme a buszsávba. Milyen veszélyek fenyegetik azt, aki a buszsávot használja? Hát a legnagyobb veszély az, hogy a gyalogosok, mert ugye nagyon sok helyen van az, hogy áll a forgalom bent a mellettünk álló sávba, főleg például a fő utcába, ahol elég sok a gyalogos átkelő. És a bal oldalról akarnak a gyalogosok átjönni, sokszor nem látni. Meg nagyon sokszor van az, hogy egyet gondol az autós, és index nélkül kivág. Ugye a betorkoló utcákból úgy gondolják, hogy azt senki nem használja, csak a busz. Holott ugye tudjuk, hogy most már a biciklis is, a motorosok is, a taxik is használják a buszsávot. A fő utca is igen veszélyes hely, ezernyi dologra kell figyelnünk. Például a közelgő gyalogos átkelőre. Én a magas motorról átlátom a helyzetet, de Ádámnak például lassítania kell, mert ő alacsonyan ül. Na hát, ha valahol, akkor itt könnyedén előfordulhat, hogy elég rántják a kormányt. Itt megesett, hogy 3-4 órát kell várni, míg az ember elvergődik a körforgalomig, úgyhogy sok autós besokkal, és már indexelés nélkül húzza is elénk a kormányt. Megpróbálok beslitzolni, jön a taxis is, beengedem őt is, gyere szépen. Ugye itt az egész műsor gyakorlatilag arról szól, hogy az egész interjút azért készítjük, hogy megkérjük a motoros kollégákat arra, hogy gyerekek, ezt ne csináltok, mert föltartjátok azokat a taxisokat, akik munkát végeznek nap mint nap, segítsük egymást a közötti forgalomban. Ezeket kellene összefoglalni, hogy mi az, amivel a motorosok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a taxisok is nyugodt körülmények között dolgozhassanak. Hát mondom ezt, hogy ne veszélyeztessenek, ne cikázzanak itt előttünk. Ha üzenhetne a motorosoknak, és most itt meg is teheti, mi volna az a két mondat, amit üzenne? Nagyon vigyázzunk egymásra. Bal oldalról, ha belenézek a bal oldali tükörbe, sokkal könnyebben tudom segíteni a motorosokat, mint a jobb oldali tükörbe. Akár csak egy átlagos napon, ma is kiderült, a kocsisorok között előre csorogni és a buszsávot használni bizony veszélyes üzemnek számít. Előbbinél figyelnünk kell arra, nehogy ránk nyissák az ajtókat, nehogy leverjük a tükröket, ha meg persze arra, hogy ne zavarjuk a közlekedés többi részvevőjét. A buszsáv ennél sokkal-sokkal keményebb pálya, hiszen ott elnünk vannak a nyomvájuk, a kátyuk, az olajfoltok, a buszmegállókból kikandikáló emberek, ma meg persze figyelnünk kell a buszosokra, a taxisokra és a biciklisekre is. Hogy ne történjen baleset, minden idegszálunkkal koncentráljunk a forgalomra, és ne felejtsük el, a buszsáv alapvetően a buszosoké. Vigyázz!